Hello, sziasztok! Most lesz megint egy francia lecke. Valaki írt és kért egy pár dolgokat, szóval azokat fogom most itt megpróbálni összehozni. Oké? Na itt van. Mennyibe kerül egy darab? Combien ça coûte pour un seul? Vagy combien coûte une pièce? Combien ça coûte pour un? Vagy un seul. Combien ça coûte pour un? Vagy combien ça coûte pour un seul? Mind a kettő ugyanazt jelenti, szóval lehet mondani így is, vagy úgy is. Vagy combien ça coûte pour une pièce? Szóval egy darab. Mennyibe kerül egy darab? Combien ça coûte pour une pièce? Combien ça coûte pour une pièce. Szóval, combien ça coûte pour un ou combien ça coûte pour une pièce, az attól függ, hogy miről van szó, hogy lehet-e darabozni, vagy mit tudom én, szóval... Hány kilós? Ça pèse combien? Ça pèse combien? Ça pèse combien? Hány kilós? Hány testvéred van? T'as combien de frères et sœurs? T'as combien de frères et sœurs? T'as combien de frères et sœurs? Tulajdonképpen testvér franciául, ez a szó, ez az, hogy testvér, angolul siblings, ez franciául nincs. Szóval vagy testvér fiú, vagy testvér lány, testvér fiú az frère, testvérlány az sœur, de nincs olyan, hogy egy szó, ami lenne mind a két dolog. Szóval azért kérdezzük úgy, hogy mennyi fiú vagy lány testvéred van? T'as combien de frères et sœurs? Mennyi darabot kérsz? T'en veux combien? Tu en veux combien? Tu en veux combien? Combien? Mennyi darabot kérsz? T'en veux combien? Na, remélem, hogy ez valamennyire segített annak a valakinek, aki nekem írt. Tudom, hogy nem raktam rá mindent, ami le volt írva, mert egyszerűen nem érek annyira rá, de azért próbáltam egy picit mindenből. Legközelebb is majd még találkozunk, és majd csinálok még videókat, ahogy ráérek. Sziasztok!